Színházában 155 millió forintban részesült akkor, amikor a független magyar színház és tánctársulatok egyike sem kapott soha még csak hasonló mértékű támogatást sem. Ez a támogatási mérték kirívó és arcátlanság a magyar előadó művészekkel szemben. Felszólítjuk a miniszterelnököt, hogy hagyja abba megosztó politikáját, és ne folytasson önkényes kiszapírozást. A független tánkszínházi előadások, társulatok és a független színházi társulatok alkotói külföldre kényszerülnek, mert idehaza nem kapnak támogatást. Nem kapnak támogatást, mert csakis a miniszterelnöknek lekötelezett gazuláló alkotók kaphatnak kiérdemesült. Markó Iván a miniszterelnök kedvence, miközben a független előadó művészek kapnak támogatást. Ezt maximum egy rendőr csinálhatja meg velem, maguk nem. Uram, jöjjön ki a nézőtér. Válaszoljon a kérdéseinkre! Kérdés. Válaszoljon a kérdéseinkre! Ha most szakadok, csak nem hallom. Amikor azt mondta, hogy Orbán Viktor kegyertje, miért kapott 155 millió forintot? Hogy fordulhat elő ilyen helyzet? Hogy fordulhat ilyen elő helyzet ez elő akkor, amikor pályázatási kötelezettsége van? Mindenki másnak kötelezettsége a pályázatot. Szóldanak gyerek! Jó estét! Na, akkor most figyeljen! De maga most kussoljon, és a majd utána nem. Meghallgatom. Jaj, de kegyes. Maga ki? Én Gulyás Márton vagyok. Ja, hogy maga a Gulyás Márton, igen. Olvastam egy, jó figyeljenek. Amiről beszélek, a magyarországi helyzet. Én is arra jó figyeljenek. De jobb lenne, ha befogná, azt kértem, hogy kussoljon, aztán majd mondhatja.